Ezen a régi sporttelepen egyre több fiatal rója nap mint nap a köröket, veti bele magát a homokba. Egymást váltják a salakon az atléták, és készülnek a soron következő versenyre, ahol rendszerint begyűjtik a legjobbnak járó díjakat. Ahogy Beke Zsanett is tette a Magyar Atlétikai Szövetség centenáriumi 100. mezei futó országos bajnokságán. A 3000 méteres távon az utolsó dombon vette át a vezetést. Ott az a 6-os élbolyba voltam, és ott kezdtem feljönni, igen. Mit mondtak utána, beszélgettetek a lányokkal, hogy meglepetés volt számukra, hogy a végén úgy ráhajtottál? Igen, azt mondták, hogy nagyon meglettem, mert elmentem mellettük. A 31 éve edző Fazekas Gáspár kezei közül számtalan atléta került már ki. Zsani ezzel a bajnoki címmel 78. korosztályos magyar bajnoki címet szerezte trénerének, saját magának pedig a 3. Persze a megmérettetésre külön taktikával készültek. Ezt meg is terveztük, abban maradtunk, hogy 2500 méterig mezőnnyel fut, hát ő egy kicsit bátrabb volt, mert 2200-nál megindult. Kár, hogy a tévénézők nem láthatták azt a terepet, ahol futniuk, mászniuk kellett, mert bizony olyan hegyoldalakba kellett fölmenni, lejönni, ami ember próbára volt, és a felnőtteket is próbára tette. Nagyon okosan versenyzett, és ez a pozitív képességeit mutatja, és az akarat erejét, hogy jó versenyzőtípus tud jól küzdeni és gondolkodni verseny közben. Majd 50-en járnak Fazekas Gáspár edzéseire, 8 és 22 év közötti korosztály, akik közül a 13 éves sportoló lány kimagaslik. 4 éve atletizál, a sporták kiválasztásánál pedig a szülői háttér is befolyásolta. A szüleim is sportoltak, hát ilyen örök lett, mert az egész család, a mamáik is futottak. Sportoltak. Mindenki futott? Nem, mindenki futott. A apu az hiszem tornász volt, anyu az gátas. Valószínűleg tőlük örökölte azt a harciasságot, amivel Zsanett több lehet társainál. Akaraterőben, monotónia tűrésben, szorgalomban magasan az átlag fölött van, és országosan is ez jellemzi. Jellemző példa, azt gondolom, hogy elmondta a kislány, hogy tavaly még csak 6. volt az OB-ken, idén nyert, meggyőző félénnyel nyert. Szóval engem is meglepett a téli edzés munkája alapján is, hogy ennyivel jobb a korosztályánál, és ami jelentős eredmény, hogy a triatlonistákat, úszókat, más sportágbelieket is megverte. Az országos bajnoki cím megszerzése után 4 nappal az országos diák olimpián a 208 indulóból 4. lett, az egy évvel idősebbek között.